Készülnek a szebbnél szebb ajtókopogtatók a Babits Mihály Kulturális Központban. Az elmúlt hetekben gyerekzsivajtól volt hangos az intézmény, azonban ez augusztus 14-től egy időre véget ér, ugyanis befejeződtek a tematikus táborok. A 6 táborból álló sorozatot a kézműves alkotótábor zárta, ahol a gyerekek több alkotótechnikával ismerkedhettek meg, a nemezeléstől elkezdve a festésen keresztül a gyöngyfűzésig. Volt olyan gyerek, akinek ajándékkészítésre is jutott ideje. Anyukámnak csináltam gyöngyből karkötőt, apukámnak is csináltam egy ilyen karkötőt, és magamnak még csináltam 3-at. Nem csak a kézműveskedés különböző ágazataiba tekinthettek be a táborozók, de ellátogattak például a Szekszárdi Vosinszki Mór megyei múzeumba. A szülők részéről ők büszkén nézik, amikor esetleg egy ékszer a nyakukba kerül, vagy tegnap például gyöngyfát készítettek a gyerekek a múzeumban, és akkor azt is csodálattal nézték, úgyhogy szerintem elégedettek azzal, ami itt zajlik. Már második éve szerveznek ilyen tematikus táborokat a Babits Mihály Kulturális Központban. A szervezők elmondták, hogy szeretnék, ha ez hagyománnyá válna, hiszen a gyerekek nagyon élvezik, és a szülők körében is nagy az érdeklődés.